Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb Percy Jackson sorozatos Rick Riordan update lesz, ami már nem volt egy ideje. Szóval, igazából nem volt annyi új hír, mondjuk, ami így elég lett volna arra, hogy csináljak róla egy videót, úgyhogy most kicsit összevártam párat, úgyhogy most ezeket fogom kifejteni. Igazából kaptunk új színész bejelentéseket, de inkább ilyen mellékszereplőket, amik annyira így engem nem hoztak külön lázba. Bejelentették Medúzának a színésznőt, aki Jessica Parker Kennedy lesz. Nem rémlik, hogy bármiben is láttam volna, úgyhogy így nem tudok róla nagyon nyilatkozni. Echidna karakterét, aki gyakorlatilag nem tudom, a könyv egyetlen fejezetében bukkan föl, és szintén egy eléggé mellék karakter. Ő is be van jelentve, őt Susanne Cryer fogja játszani, szintén nem rémlik, hogy láttam volna bármiben is, amit listázott például Rick Riordan a honlapján. Aries karaktere már egy fokkal érdekesebb, mert azért az első részben is viszonylag több szerepet játszik, illetve hát nyilván ugye a 12 olimposzi istennek az egyike, tehát ő egy ilyen lényegesebb karakterbejelentés, őt Adam Copeland játsza, szintén nem láttam nagyon semmiben, viszont érdekesnek tűnt, mert mint maga a színész szerintem jó Árészhoz. Ránézésre én elégedett vagyok az összes színésszel, ennek igazából akkor a visszhangja nem volt, viszont a legutolsó hír, úgyhogy itt kicsit össze-vissza megyek, de a legutolsó színészbejelentés annál az csodálatos volt. Gyakorlatilag ez is egy mellékszereplő, mert hogy Hermészt nem látjuk olyan kifejezetten sokat mondjuk a Percy Jackson sorozatban, ő is ugye egy isten. Vannak jelenetei Percyvel, de hogy nem a legtöbbet látott karakter. És ő alapvetően ugye a második könyvben jelenik meg, de Rick Riordan írta, hogy ugye adnak plusz dolgokat, jeleneteket, információkat az egész sorozatban, mindenhez, tehát lesznek extra dolgok, így gyanítom azért lett Hermész is kiválasztva színésznek, meg gondolom lett vele jelenet is készítve, mert hogy lesz valami, ami hozzáad. Én ebbe bele se gondoltam, hogy Hermész csak a második könyvtől kerül bele, mert egyébként a Percy Jackson filmben ott mind a 12 olimposzi ott volt a teremben, amikor Percy szembesítette őket az igazsággal, és most nem emlékszem hirtelen, hogy a könyvben csak de szerintem a könyvben csak Zeus meg Poseidon volt ott talán. Na mindegy, úgyhogy én így amiatt arra gondoltam, hogy akár ott is lehet, tehát így a háttérben meg is jelenhet, nem is muszáj, hogy szerepe legyen. Mindegy, a lényeg Hermészt Lin-Manuel Miranda fogja játszani. Imádom Lin-Manuel Mirandát. Ő írta a Hamilton musicát, ő írta az Encantónak a zenéjét, meg még egy csomó másnak is a zenéjét. Zseniális zeneszerző. Imádom azt az embert egyébként, és ha nem játsszák el, hogy valami Hamiltonos easter egget beletegyenek, vagy valami utalást, vagy poént, az akkor a kihagyott zicser lenne a sorozat részéről, tehát nekem ez kell, hogy valami, vagy nem tudom, George és Martha Hermésznek a botján elkezdjen Hamilton trappelni, vagy valami kell nekem. És a Hamilton is Disney produkció, szóval simán lehetne. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon izgatott vagyok. Másik két hír, ami nem a sorozathoz kapcsolódik, de egy, kaptunk címet és borítót a készülő spin-off Nico és Will könyvhöz, aminek az lesz a címe, hogy The Sun and the Star. Nem ez a kedvenc Rick Riordan borító, maradjunk annyiban, úgyhogy majd meglátjuk, hát ha a... majd meglátom, hogy... mert ugye a brit és az amerikai kiadás el szokott térni, úgyhogy majd meglátom, hogy melyik lesz szebb, aztán majd azt veszem meg belőle. Hát úgy vagyok vele, hogy ez ilyen must have könyv lesz így is, úgy is, meg tök mindegy. Csak tényleg John Rocco tudott jó borítókat tervezni. Nem tudom, hogy ezt a borítót most arra nem... azt nem néztem meg külön, hogy ki tervezte, de nekem ez a borító annyira nem tetszik. Május 2-án jön jövőre. Úgyhogy mint tudjuk, én mit fogok csinálni május 2-án, 2023-ban. Egy második könyvet is bejelentett Rick Riordan, ami mindenki tudja, hogy csak marketing célokból fog elkészülni, de nem érdekel, ez pedig egy új Percy Jackson kötet. Mármint Percy Jackson kötet, amiben Percy, Annabeth és Grover lesz a három főszereplő, mint ahogy az original Percy Jackson sorozatban. Emiatt nagyon-nagyon izgatott vagyok, a koncepció miatt leginkább, hogy megint Percy
mesél sztorit, mert engem az... Én annyira utáltam, hogy a... az Olympus vérében nem volt Percy, vagy legalább egy Annabeth nézőpontos fejezet sem, azért nagyon haragudok Rick Riordanra a mai napig, mert ugye több Percy kell a népnek, és helyette kaptunk Jasont, na mindegy. És ez a könyv is 2023 végére van körülbelül írva, úgyhogy valamikor 2023-ban fog jönni. Amit erről a könyvről tudni kell, hogy ez a Trials of Apollo, Apollon próbái, hogy van ez fordítva magyarul, az előtt játszódik, és az Olympus hősei között. És gyakorlatilag az lesz a sztori, hogy Percy ugye az új római egyetemre akar menni, és akkor kell három isten ajánlás, és nyilván elküldik küldetésre, és csak azután kap levelet. Ami én értem a vitákat arról, hogy nyilván ez csak egy újabb bőrlehúzása lesz az egészről, mert hogy vannak istenek, akik szó nélkül adnának Percynek nyilván ajánlólevelet, de egyébként meg szerintem megismertük annyira ezeket az isteneket a sorozatból, az összes sorozatból, amit Rick Riordan írt, hogy képesek arra, hogy tudod mit, megírom neked, nagyon bírlak, de még ezt csináld meg nekem. Tehát ez én kinézem belülök. Egyébként azt is írta Rick Riordan, hogy eleve ennek a könyvnek a koncepciója azért készült el, mert ezzel próbálta pitchelni a... hogy hát a Disney elé tárni a Percy Jackson sorozat újraadaptálását. Tehát abszolút marketing szempontokat is képvisel a könyv. Viszont, ha belegondolunk, hogy 2023 végére írják ezt a könyvet, vagy hát 2023-ban jön ez a könyv, valószínűleg nagyon odaidőzítenék a könyv megjelenését, ahogy a sorozatot is, ugye, hogy a könyv miatt legyenek, akik szeretnék látni a Percy Jackson sorozatot. Szóval igen, de nem érdekel, hogy ez marketing célokból készült ez a könyv, ez egy új Percy Jackson kötet lesz. És mint tudjuk, hogy majdnem minden, ami rajta van Rick Riordan neve, az nekem kell. Rick Riordan neve és Percy Jackson neve. Inkább így lehet pontosabb, mert a Daughter of the Deep-et még mindig nem vettem meg. És nagyon remélem, hogy nem 2024-ben fog jönni a sorozat, mint ahogy Disney Plus-on van írva, hanem tényleg az csak egy ilyen... Én azt remélem, hogy az csak egy ilyen belőtt dátum, hogyha véletlen csúsznának a projekttel, akkor addigra biztos ki tudják rakni, de hogy egyébként lehet előbb egyszer csak azt mondják, hogy nézd, mert fönn van, remélem az lesz. Vagy azért lesz olyan sokára kész, mert gyerekszínészekkel kevesebbet tudnak egyszerre forgatni. Mindegy, remélhetőleg nem kell 2024-ig várnom, mert az nagyon soká lesz még. Vagy nem, mert már november közepe van, és most kezdődött csak el. Amint lesznek újabb hírek, amint összegyűlik újra annyi hír, hogy megéri róla videót csinálni, vagy hát, hogy így ne csak két perc hosszú legyen, jövök újra egy körrel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!